Sziasztok! Hoztam nektek egy újabb sminkelős videót, megyek munkába, és szeretném nektek megmutatni a mai sminkemet. Ez egy rózsaszín smink lesz, legalábbis úgy tervezem, hogy rózsaszín lesz, és ezt a palettát fogom használni. Ez a Profusion-nek a Moves palettája, ez ilyen rózsaszín színeket tartalmaz. Rózsaszín, barnás színeket, és ebből fogom használni szerintem ezt, hát meg valamelyik fényes rózsaszínt, nem akarok most sok színt felvinni a szememre, de valami rózsaszíneset gondoltam, úgyhogy ez fog most elkészülni, van rajtam már fényvédő, úgyhogy jöhet a szemhéjalap, az Avonnak a Magix szemhéjalapja. Ezt most tesztelgetem, egész jónak tűnik, bár most már vagy két hete használom. Jónak tűnik. Azért a reggeltől estig való meleget, meg boltba menést, meg izzadást, meg azt nem teljesen bírja, szóval egy kicsit elmozdul, de nem csúnya. Nem kopik el a szemsmink. Úgyhogy egész jónak tűnik. Én szoktam egy kicsit alá is tenni ide a alsó szempillasorom alá, mert a korrektort is megfogja, én úgy vettem észre. Úgyhogy most próbálgatom ezt a kis szemhéjalapot, és akkor azzal fogok kezdeni, hogy a palettából ezzel a színnel az egész szemhéjalmat le fixálom a szemhéjamon a alapot, mert azért az kell neki. Ennek van egy kis színe, úgyhogy kicsit meg is színezi a szemhéjamat. Ez lesz az alap. Egyébként még csak egyszer használtam ezt a palettát, úgyhogy ez a második alkalom. Így, né? Most belenyúlok ebbe az egyel sötétebbe, vagyis inkább kettővel sötétebb, mert ugye ez jönne, aztán ez, de most ezt fogom felvenni, ezt a színt. Hú, de jó lesz. Nem akarok ilyen nagyon durvát csinálni, de ez most nagyon... Pont eltaláltam a hangulatomat. Gondolkodtam, hogy melyik palettámat használjam, már van vagy 15, de most erre esett a választás, és szerintem ez jó ötlet volt. Na, eddig itt tartok. Ilyen. Nem tudom, lehet, hogy majd fogom még sötétíteni, de majd ha feltettem a fényes színt, akkor szerintem meglátjuk. Így. És fényes színek közül, hát nem tudom, hogy melyiket. Egy, kettő. Három ilyen színt kentem ki a kezemre, és hát szerintem ezt fogom, ami az első, a legfelső. Bár kamerába tök egyformának tűnik a kettő. Ezt fogom feltenni újjal a szemhéjamra, mert úgy a legjobb. Ó, igen, erre gondoltam. Ó, ez nagyon... Nagyon tetszik.
Aztán egy kicsit még bemélyítem a sarkát ezzel a középső színnel. Egy kicsit sötétebb legyen itt a sarka. Meg ezt így besatírozom a mélyítő vonalamba. Így. Ó, de szép. Pont erre gondoltam, mert hogy a kék szememhez tök jól mennek a barnás, rózsaszínek és narancsos színek. És pont ez volt a gondolatom, hogy veszek egy sima tiszta ecsetet, és csak átmegyek rajta. Hogyha a csillámok elkóboroltak, akkor vissza leszedem őket onnan. Tök jó. Jó, erre gondoltam. Szóval, jöhet most már az alapozás. Az Avonnak az új alapozóját használom, ezt a szérum alapozót. Felrázom egy kicsit. Egész jónak tűnik, még egy hete használom. Úgyhogy még nem vagyok benne biztos, hogy ez lesz a kedvencem. De szeretem, tehát könnyen eldolgozható, nem nehéz, nem izzadom le. Eddig tetszik nekem. Biztos, hogy elhasználom, azt nem mondom, hogy most már csak ezt fogom használni, de szeretem, tetszik. Ecsettel eldolgozom. Nagyon gyorsan beszívja a bőröm, mert hát ugye ez egy szérum alapozó. Jól bele szoktam dolgozni ilyenkor nyáron a bőrbe, mert úgy de világosnak tűnik kamerába. De nem világos, pont jó a színe. Úgyhogy utána még átmegyek rajta szivacssal. Hogy ne legyen se csíkos, se semmilyen. Folt, ne legyen foltos, csíkos, lehozom a nyakamra is, és tök jó, hogy nincsen ilyen nagy színkülönbség, mert ez nagyon csúnya lenne, ha látszódna, hogy ilyen demarkációs vonal van, hogy az emberen alapozó van, de nem látszik, úgyhogy nagyon tetszik. Nagyon-nagyon tetszik. Szépen átmegyek rajta a szivacssal, beütlögetem még. A szivacs leszedi a fölösleget is, hogyha esetleg túl sok lenne, de úgy látom, hogy nem nagyon szed le belőle semmit. Ez már rajta volt, ez korrektor. Jó. Ó, nagyon tetszik. Szemöldök. Elfelejtettem kivenni a Catrice-es szemöldök zseléjét. Így. Mostanában ezt használom. Tetszik. Jó tartós. Meg kell fordítanom a tükröt. Tartós. Szép. És nem tudom leizzadni, mert hogy vízálló. Mert hát ugye mostanában nagyon meleg van, szóval kellenek nekünk a vízálló dekorkozmetikai termékek. Ezt megcsinálom. Szeretem, tényleg ezt csak nagyon gyorsan szárad. És gyorsan kell vele dolgozni. Pikpak megszárad, úgyhogy igyekszem bele igyekezni. Most nincs is semmilyen olyan szemöldök termék, amit így
kipróbálnék, ez volt, és azóta nem is jött másik, ami nem bejött volna velem, hogy kipróbálnám. Úgyhogy én ceruzában nem tudom megrajzolni, azzal abszolút nem próbáltam, meg volt is ceruzám több is. Hiába krémes, hiába íz, nem bírom bele. Mert én, ugye én teljesen kitöltöm a szemöldökömet, és ceruzával nekem nagyon nehéz ezt megcsinálni. És nekem ezek a gélek jobban bejöttek. Úgyhogy én a géles lány vagyok. Közben van ott is egy nagy tükör, amin lámpák is vannak, szóval azért nézek oda, hogy lássam, mert hogy a nagyítós tükörben nem mindig ugyanazt látom, mint egyébként élőben. Így. Tök jó. Viszont ezt meg kell próbálnom gyorsan letörölni, mert hát ez nem jön le. Ez már most nem jön le. Jöhet a korrektor. Catrice, kamuflázsos. Ez a 12 órán át tartó korrektora. Nem sokat, csak mégis egy kicsit, hogy szivacsal szeretem eldolgozni, ecsettel nem. És kézzel sem nagyon. Érdekes, pedig egy darabig kézzel dolgoztam el, de mostanában már szivacsal csak. De lehet, hogy majd megpróbálom kézzel is megint. Púder. Rimmel Lasting Finish púder alapozóját használom púdernek. Egy kis ecsettel. Még ezt a homlokomra gyorsan, hogy ne üljön be az alapozó a ráncokba. Aztán előveszem a nagy pufi púderecsekemet. Ezt a nagyot. És mehet mindenhova, beütögetem. Tartós legyen az alapozásom. Így ne. Szépen. Így. Oké. Az alsó szempillasor. De felviszem ezt a színt. Adjunk egy kis keretet a szememnek. Igen, sikerült itt összekenni magam. Semmi baj. Szeretek kisot írozni, de azért annyira nem. Így. Oké, ez jó lesz így. Következő lépés a bronzosító. Ez a Butter Bronzer, mindenki imádta egy ideig, most meg nem beszél róla senki. Én nagyon szeretem, szerintem szép.
nem sokat viszek fel belőle, de a homlokomra is viszek, mert nagy magas homlokom van. Így. A nyakamra is a maradékot. Eltüntetjük a tokánkat. Így. Porosítót most nem fogok használni, most nem nagyon szeretnék. Jöhet a szemceruza, meg a szempilla spirál. Highlighter! Ó, el ne felejtsem. Ez a Revolution-ös highlighter. Belső szemzugba akarok belőle tenni. Meg a szemöldök csontom alá. Egy kis fényt oda teszek, és tök jól néz ki, oké. Jöhet a szemceruza, ádenes vízálló szemceruza, fekete. Alsó felső vízvonal. Hát én a felsőt csak úgy tudom kihúzni, hogyha rápislogok a... Tehát rázárom a szemem és szépen kihúzom óvatosan. Nem tudok nyitott szemmel vízvonalat húzni. Az Avon Luxus szempilla spirálomat fogom használni. Elég tartó, szeretem, szép természetes, hát természetes, hát olyan normális pillákat csinál, nem ragasz szó úgy össze. Nem szeretem, mikor a szilikonos kefével összeragadnak a szempillák. Így, jaj, összekentem magam, nagyon jó. Azt majd leszedem, ha megszáradt egy fülpiszkáló segítségével. Így. Oké. Aztán rúzsnak idehoztam, nem rúzs, ez egy ajakápoló. Egy színezett ajakápoló az Avon Luxtól. Ez ilyen retinos, nem igazi rúzs. Egy pici színt ad a számnak, de tényleg csak egy nagyon halványat. Meg jó puha lesz tőle, úgyhogy ennyi bőven elég. Így a 40 fok van kint kb. Ezt innen leszedjük, így. A szempilla spirált, amit összekentem. Így mi? Ilyen lett ez a mai nap is minkem. Szerintem szép. A kopik is nem fog rajta látszani. Úgyhogy örülök, hogy velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, és iratkozzatok fel a csatornámra. Kommenteljetek, ha esetleg kérdeznétek valamit, vagy tetszett a videó, akkor meg lájkoljátok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Gyertek máskor is. Sziasztok!